Sziasztok, drága hallgatók! Itt a Stereotip legújabb adása, amiben Azori-szigetekre fogunk ellátogatni a Haligali blog két szerzőjével, Vince Barbarával és Tóth Gergellyel. Sziasztok, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Sziasztok! Kezdjük a legelején, hogy úgy tudom, hogy egy szerencsétlen, véletlen folytán jutottatok ti ki, vagy döntöttetek úgy, hogy elmentek az Azori-szigetekre egy hosszabb időre, hogy mi történt? Ez igazából csak egy párhuzamosan történtek dolgok, mert elhatároztuk, hogy valahová szeretnénk elmenni fél évre, de, és már ki is néztük az Azori-szigeteket, hogy miért azt majd úgyis elmondjuk, de közben ellopták az autónkat, és ez gondolkodóba ejtett minket, hogy akkor lehet, hogy még le kell fújni ezt az utazást, mert nagyjából egy ilyen középkategóriás, alsó középkategóriás autó árát szántuk erre a projektre. És ami először még nem is volt meg, csak azt eljött egy szerencsés forgat. Igen, azt mondtam. Csak hogy akkor ellopták az autót, akkor ilyenkor mindenki, tehát szerintem a legtöbb emberről így elgondolkozik, hú, hát mégiscsak családos emberként kéne egy autó, mert az úgy jó, de aztán utána végül is, szerintem pár nap alatt végül sejtettük az autóvásárlást, és inkább mégiscsak elmentünk. Közös döntés volt vita belőle, vagy egyetértettetek, hogy... Én eleinte egy kicsit igen, amikor ellopták az autót egy kicsit, akkor azért én úgy gondoltam, hogy hát azért akkor volt másfél éves a kislányunk, és hogy egy másfél éves gyerekkel azért az ember akkor nagyon belezárva autó nélkül, csak akkor jött a szerencsés fordulat nagyjából. Ezek ilyen egy hónapon belül történtek, hogy hát ezt meséld el akkor esetleg, vagy egy hamar. Tehát annak környékén történt, hogy egy kisebb örökséget kaptunk. Ja, igen, tehát fontos nem, először, tehát a kronológiai úgy volt, hogy már nagyon régóta gondoltunk arra, hogy majd valamikor elmegyünk fél évre, de pénzünk soha nem volt erre, és utána kapunk egy kisebb örökséget, de ez ilyen pár millió forint, és akkor... Tehát, nem autó lesz belőle. Nem autó lesz belőle, hanem nyaralás, akkor már ezt tudtuk, hogy ezt akkor erre fogjuk fordítani, de a családnak nem mondtuk, mert ők... Vegyes fogadtatok. Hát nem, elég kispolgárian állnak ezek a dolgokhoz, tehát így megörökönyödtek ezen amúgy is. És akkor utána volt az, hogy akkor ellopták az autónkat, és akkor gondoltuk, hogy hát akkor lehet, hogy ez a kisebb örökség mégsem arra fog elmenni, hogy elutazzunk, de aztán utána arra gondoltuk, hogy most nem azt mondom, hogy autó bármikor lehet, de hogy ez mégiscsak ilyen élmény szempontból megismételhetetlen. Még egy autó, az csak gurul. És akkor már megvolt az ötlet, hogy ti Azori-szigeteket szeretnétek elmenni. Igen. Miért pont oda? Hát annak én emlékeim szerint több oka volt. Tehát kezdődött úgy, hogy mondjuk mind a ketten tudunk valamennyire portugálul. Ezen kívül voltunk, én többször voltam Brazíliában, a Gergővel voltunk együtt is, és nagyon-nagyon szerettük Brazíliát. De kisgyerekkel, aki volt Brazíliában, azt tudja, hogy kisgyerekkel semmi esetre sem érdemes Brazíliában menni, esetleg csak délre, és ott is mondjuk valami nagyon békés, mint egy Blumenau, nem tudom, németek által a városból, de persze ezzel nem a brazilokat akarom minősíteni. A lényeg, hogy kisgyerekkel Brazília azt volt lőve, az Azori-sziget, meg messze is van, meg tényleg, tehát egy kisgyereknek nem lehet elmondani, hogy kicsim, akkor most 10 percig csináljuk, mint ha brazil lennél, mert különben veszélyes élethelyzetben vagyunk. Még egy felnőtt ezt meg tudja csinálni. Na, úgyhogy az ki volt lőve, olyan helyre szerettünk volna menni, aminek jó a klímája, és télen nincs brutálisan meleg, mert ugye januárban érkeztünk. Brutálisan hideg. Illetve olyan helyre szerettünk menni, igen, az elsővel azt vázoltam fel, hogy a közbiztonság jó legyen, a másik, hogy legyen jó a klíma, a harmadik, arra gondoltunk, hogy legyen lehetőleg az EU-n belül, mert hogy az olyan egyszerű gyerekkel, mert akkor nem kell nagyon sok oltás, igazából csak a hepatitis A-t meg a B-t adattuk be neki pluszban, meg így a szabályok, meg az egész az életműködési struktúrája ugyanolyan, mint Magyarországon, meg minden nagyjából hasonló. Egészségügy nagyon hasonló, igen. Illetve, mint kiderült utólag, az ott egy kicsit rosszabb, mint nálunk, ami nagyon meglepett minket. És akkor így szép, és olvastunk még a Régi Origón, 2014-ben volt egy remek cikk, amit az Ács Gábor írt, aki egy ilyen elég ismert utazó per újságíró, hogy ő járt az Azori-szigeteken, és írt egy nagyon-nagyon figyelemfelkeltő cikket, és azt hiszem, hogy ez volt az első olyan inspiráció pont, vagy forrás, amikor úgy gondoltuk, hogy azt a helyet meg kéne néznünk. És akkor elején arra gondoltunk, hogy elmegyünk egy-két hétre, aztán amikor már megszületett a kislányunk, akkor
gondoltuk, hogy hát milyen jó lenne egy hónapra, aztán végül 7 hónap lett belőle. De végülis, ha végig gondolom, hogy ezekkel a feltételekkel, hogy legyen EU, jó idő legyen télen, nem sok opció maradt egyébként. Nem. Lehetett volna a Kanári-szigetek, nem akartunk ilyen tömegturizmus által sújtott helyre menni. Lehetett volna még Madeira, egyébként az még most is érdekelne engem. Igen, de meg voltunk mi még 2013. januárjában, akkor Dublinban éltünk, és de Dublinban, aki élt mondjuk így ősztől tavaszig, az nyomasztó valamennyire az időjárás. Hát ugye sokáig van sötét, és gondoltuk, hogy na jó, hát nézzünk egy repülőjegyet, hát ha Dublinból van olcsó repülőjegyek, és 100 euróért elmentünk Algarve-ba, az Dél-Portugália, ami totálisan off-season volt, három ember volt a repülőgépben, három ilyen másnapos írrel jöttünk haza, és csodálatos tavasz idő volt, és többször voltunk már Portugáliában, és mindig nagyon pozitív volt. Én, az emberek is, nekem vannak úgy portugál ismerőseim, olyan sport révén embereket megismertem, és mindenki nagyon-nagyon pozitív volt, és hát, hogy is mondjam, meg van egy ilyen, hogy jókedély, de közben egy kicsit ilyen szerényebb hozzáállás a dolgokhoz, ami szimpatikus volt mindig nekünk, tehát az pluszban jó volt, hogy Portugália mindig képben volt, és akkor ugye az Azori-szigetek az Portugáliához tartozik, és ez úgy, hogy minden összejött. Meg volt még egy fontos dolog, de azt már azután csináltuk, ahogy hogy már eldöntöttük, hogy az Azori-szigetekre megyünk, hogy én nagyon sokat googlöztem a különféle veszélyforrásokra. Egy kisgyerek, két éves volt a kislányunk, amikor kimentünk, és akkor matat, járkál, ide nyúl, oda nyúl, és mondjuk, hogy egy ilyen Szicíliában, vagy Dél-Görögországban van, mondjuk azért lehet az, hogy skorpió, ilyen kígyó, olyan kígyó, fogalmunk sem volt, hogy hát, de inkább az ilyen csípés, meg hasonló veszélyforrások, és az Azori-szigetek az abszolút izolált ilyen szempontból nincs is, hogy nincs semmi, nincsenek kígyók, nincsenek skorpiók, keresztes pokok vannak, tehát annyi, de hát meg van egy hernyő, ami a kutyákat megcsípi, a kutyáknak viszonylag hamar valami gyógyszert kell adni. De sose találkoztunk. De nem találkoztunk vele, csak én egyszer láttam egy YouTube videót. Szóval az ilyenkor szerintem az a szempont volt, hogy van-e olyan veszélyforrás, de nem az, hogy ez kizárók lett volna, csak hogy mire készüljünk, mert hogy, és ez tök jó volt, mert ez egy vulkáni eredetű szigetcsoport, ahol ilyen elmálott vulkáni kövekből építenek mindent, meg a kertekben is az van, és hát állandóan mindenhol turkál, most egy olyan helyen lettünk volna, ahol a skorpiókot csilleznek a kövek alatt, akkor az tök nyomasztó lett volna, hogy akkor mindig figyelni, hogy oda ne a kő alá, oda ne nyúj meg ide. Hát így sokkal kényesebb volt, hogy tudtuk, hogy semmi nincs, és tényleg semmi ilyen nincs. Ugye az Azori-szigeteket elhelyezitek, hogy hol járunk pontosan, meg mit kell róla így tudni? Az Azori-szigetek 1500 kilométerre fekszik Európa nyugati partjától, Lisszabon és New York között. Kilenc szigetből áll, igen, és van még pár lakatlan, azokat úgy hívják, hogy hangyák, de az lényegtelen, mert a kilenc nagy az mind lakott, igen, van, a legnagyobb az a São Miguel nevű sziget, ahol mi is voltunk, az területre és még nagyjából alakra is, kis túlzással, olyan, mint a Balaton, hogy el tudjuk képzelni. A legkisebb az meg, hát szerintem azon egy darab falu van, és 400 valahány lakos, és egészen vicces a régi felvétele, mert a repülő kifutója az gyakorlatilag a félsziget. Sőt, egy részén így át is metszi így a szigetet nagyjából. Tehát annyira pici a repülőtérnyi nagyjából az egész sziget. Meg van egy hegy, meg egy repülőtér, igen, és körülbelül mennyi. De általában az is gyönyörű az a sziget, igen, amikor nem voltunk. Hány szigetet jártatok be? Hát 4 volt a terv, illetve 5, aztán az időjárás miatt ez 3-ra redukálódott, meg minden a legszebb szigetre. Az egy vicces sztori, azt majd elmondjuk közben, hogy már becsekkoltunk, meg is volt a jegyünkbe, és csekkoltunk, és akkor átfoglaltuk a jegyünket hazafele a São Miguelre. De ezt majd elmondjuk később. A lényeg, hogy még a kérdésedre visszatérve, hogy a 9 sziget, tehát úgy kell elképzelni, hogy a két legtávolabbi sziget közti távolság az annyi, mint Budapestről Berlin, tehát azért nem, ezek nem csináltuk. Nem, és három részre osztják őket, tehát három nagy csoportba osztották őket, van a központi, az észak-nyugati és a dél-keleti, azt hiszem dél-keleti a
harmadik csoport, és egyébként az jellemző, hogy mondjuk például mi, ahol mi voltunk, szóval Miguelen a bázis szigetünk, onnan például Santa Maria-ra, a legközelebbi szigetre, csak a sziget egy bizonyos pontján, és csak bizonyos időjárási körülmények között lehetett átlátni, de például Fajáron is voltunk, Fajár és Pico között meg kiválóan át lehetett látni, sőt, még szerintem egy nagyon bátor, bevállalós ember még át is tudott volna úszni. Úgyhogy ez a három nagy csoport volt, mondom, a legtávolabb, legközelebbi az ilyen vagy pár tengeri mérföldre volt a közeliek, vagy pedig ez a Berlin-Budapest távolságot. És általában repülővel jár, repülőközlekedés van, és a szigetek között egyébként csak földrajzi kapcsolat volt évszázadokon keresztül, ezt mondták ott a helyiek, hogy különböző régiókból népesítették be őket, és mivel tengeri közlekedés az olyan volt, hogy azért az elég, hogy mondjam, ilyen hektikus, és nem nagyon volt kapcsolat a szigetek között. Ezért az identitások azok nagyon eltérő, és a nyelvjárás is. Tehát mi például kifogtuk, noha tudunk portugálul valamennyire, mi kifogtuk azt a szigetet, ami ugyan a legnagyobb és a központja az egész sziget csoportnak, mégis ott beszélnek, úgyhogy a többi szigetlakók japánnak meg kínaiak hívják őket, még amikor már mentünk Fajára, vagy Terceirára, ott sokkal jobban meg tudtuk magunkat értetni, mert ott viszont értettük, hogy mit mondanak nekünk. Igen, így, hogy tudtok portugálul, tudtok nekem valami példát mondani, hogy hangzik. Hát igen, a muito, azt szerintem az egy tipikus. A muito, az ugye az a sok, és azt például São Miguelen úgy mondták, hogy muito, meg rengeteg üt meg őt használtak, ennek pedig a flamandok azok, ugye? Hogy valamikor a 17. században Breton, meg Vallon, meg ilyen észak-francia, meg régiókból jöttek gyarmatosítók, vagy hát telepeseknek már gyarmatosítva volt, és a francia kiejtés az átragadta a portugál nyelvbe. Tehát nem használunk francia szavakat, de a kiejtés az egy nagyon kicsit franciás. De miatt az első néhány hónapban brutális volt. És olyan érzésem volt, mint aki megzengett valaki valami gitárt, és úgy is beszélnek egy csomószor, hogy a végén így és utána még zeng a magánhangzó a végén, tehát egészen furcsa. Jó, tudom, ez az, amit feliratoznak a... Igen, ezt nagyon zokon veszik különben egyébként. Tehát igen, a portugál tévékben feliratozzák az azori emberek nyilatkozatait mondjuk egy ilyen riportban, vagy igen, általában riportokban, és ezt nagyon zokon veszik az azoriak, hogy portugálról portugálra megjelenik a... És ha már a nyelvnél tartunk, angolul mennyire megy, mert nekem tapasztalatom, Lisszabonban jártam, de nagyon jól beszél. Itt is. A szolgáltató szektorban szerintem minden. Spanyolokkal ellentétben, hogy igen. Spanyolok. De más portugál vidékeken nem beszélnek olyan jól angolul. Tehát, hogy ott én Portuban voltam többször, és ott alig beszéltek angolul. Hát gondolom ez változik, mert azért ott az a természet egész Portugáliában, az azori szigeteken különösen nagyon progresszív az oktatás is. Szóval sokkal, ilyen szempontból előrébb vannak sokkal Magyarországnál. De az azori szigeteken, csak ott azért is beszélnek nagyon jól angolul, és szinte mindenki, mert a helyi lakosságnak a többszöröse vándorolt ki az elmúlt 150-200 évben Amerikába, Kanadába, és nagyon erősek ezek a emigrációs kapcsolatok, tehát sokan jönnek, látogatnak haza is, és meg a helyi kormányzat, mert ott van egy autonóm kormányzat, az erős autonómiája van az Azori-szigeteknek, ott támogatja meg azt, hogy angolul tanuljanak, és iskolában tanulnak meg angolul, például nekünk barátaink, akikkel angolul beszéltünk, mert a portugál kiejtésüket nézettük, fantasztikusan beszéltek angolul, de úgy, hogy látszott, hogy csiszolt a beszéd is, és mondták, hogy ők iskolában tanultak, és soha nem éltek külföldön, pedig hangzása olyan volt, mint aki mondjuk valahol Amerikában tanult egy fél évet, vagy egy évet, és akkor amiatt olyan szép a kiejtése, de nem. Szóval úgy tűnik, hogy jó a nyelvoktatás, de mindenhol lehet találni, ahol beszélni. Apró fun fact-et így közbevethetek, hogy ma már több azori él Kanadában és Amerikában, valamint Portugáliában, mint a szigeteken. Egyébként az Obamának a fotósa, aki most nem teszem a neve, de Szóza. Valamint Szóza, ő is azori származású, de ő azt hiszem, hogy ő már Amerikában született. És így sikerült nektek ilyen bensőségesebb kapcsolatot kialakítani helyekkel? Igen, például akitől kivettük a házat, ővele a mai napig nagyon jóban vagyunk.
Mert végül kivettünk egy házat, egy ilyen kezdeti Airbnb-s két hét után, ami elképesztő volt, a mosogató fölül az óceánt lehetett látni, meg a nappaliból hegyeket, meg az óceánt, az egyik szobában az óceánt, tehát ilyen egészen idilli volt. Vele nagyon jobban vagyunk, illetve a Gergő sportolt ott, illetve mind a ketten sportoltunk, és akkor a Gergő, amit sportol, annak révén jobban lettünk egy párral, akikkel ugyancsak nagyon jobban vagyunk most is folyamatosan, mint szoktunk velük. Igen. Tehát igen, jobban lettünk egy jó pár emberrel, meg én is, amit én sportok, annak a révén találtam meg még embereket, akikkel jobban lettünk, és velük csináltunk is közös programokat mindegyik. Főleg a Gergőnek az edzőtársai. Na, te mentünk együtt kirándulni. Túrázni elég sokat. Igen. Strandolni. Ők voltak nálunk Budapesten azóta. És akkor alapvetően nyitottak, nem csak mondjuk a turizmusra, hanem mondjuk úgy, hogy elsőségesebb dolgokra is, hogy mondjuk túlmutat azon, hogy igen megmutatom neked pár napig a városra, az országot, vagy a szigeteket. Igen, egyébként nekünk a napi rutin része volt, hogy a kislányommal lementünk az óceánpartra, ami kb. Egy órára volt a háztól, és ott minden nap, időjárástól függetlenül volt egy tanárnő csoport, akik minden nap megfürödtek. Általában 16 foknál kezdték, mert annál hidegebbre nem csökken az óceán hőmérséklete, és akkor így 24 fokig melegedett augusztusban. És minden nap ott fürödtek, és aztán minden nap ilyen kis motókokat nyomtunk velük, vagy nem tudom, hogy mi a megfelelő ige. És a vége az lett, hogy tényleg nagyon-nagyon jóban lettünk, mert meg aztán megismertem az egyiknek a gyerekét, és ők nem hívtak mondjuk meg magukhoz, de meg ott volt egy idősebb öreg úr vele, és állandóan beszélgetünk, aki a kutyáját sétáltatta. Szóval igen, nekem elég nyitott, óvatos, szerintem egyébként óvatos emberek, de nyitottak. Igen, nem, ez a, nem, jelleg, ez az a, nem harsány. Nem az, amit akkor ismered Brazíliát, ha jól vettem észre a reakcióiból, hogy így nem az a brazilien, egy másodperc után már beregeti a vállalatot, és gyere el a házamba, és nem tudom, ez a fajta mentalitás, hanem egy kicsit óvatosabb, de egyébként ezt a legtöbben a sziget jellegre vezetik vissza, hogy illetve arra tényre, hogy ők egy szigeten laknak, ahol azért bármikor felbukkanhattak az idősre, mint kalózok, vagy mondjuk nem jó szándékú emberek, vagy egyebek, és picit óvatosabb emberek, de végtelenül kedvesek. Meg érzelmesek. Ja, hát persze, hogy szerintem. Igen. Ez ugye az is megvan, hogy ugye a kapcsolat úgy érzelmes is volt a Karolinával is, hogy amikor elmentünk, akkor sírt. Ja, a Karolina, akitől béreltük a házat, igen, és ő például nagyon sírt, amikor elbúcsúztunk. Nagyon segítőkész emberek, ami még ilyen megdöbbentő így magyar szemmel. Tényleg, nem bocsánat, nem akarok. Igen, sok ilyen apró tapasztalat, hogy tehát sokkal nagyobb mértékű az a segítség, amit minden további nélkül maguktól adnak, hogy valaki odaadja a menetrendjét, amikor megkérdezik, hogy mikor megy a busz, meg... Egy egész menetrend. Szóval van az, hogy van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen régió, hogy kb. Mit szokott meg az ember, hogy mennyire segítőkészek, hogy mit tesznek meg érte, teljesen ismeretlen emberek, és itt ez teljesen kitágul, sokszorosára, tehát hogy nagyon meglepő dolgok, amiket ugye nem is várunk el, de meg nem is biztos, hogy érdemes elvárni, de hogy semmiatt mindig kellemes meglepetés volt végig ilyen apró dolgokban. Apró dolgok, de elképesztőek, igen. Szerintetek ez a turizmus miatt van? Tehát, hogy szerintünk pont ellenkezőleg. Szerintem pont az ellentétje miatt. Egyébként a turizmus az csak 3 éve lobbant be, amikor a fapadosok elkezdtek járni. És azóta viszont ez nagy gondot is okoz nekik, mert sokszorosára nőtt, meg megváltozott a turistáknak a jellege, mert addig... Igen, meg a minősége. Mert addig ilyen természetkedvelő, a természetet tisztelő, esetleg ilyen kicsit zöldebb gondolkodású emberek mentek, meg akik mondjuk nem a hátizsákos turisták, és akkor persze sem, tehát én például én is hátizsákos turistának apostrofálnám amúgy magam, tehát ez szerintem semmi gond nincs. És akkor most viszont ugye miután egy csomó fapados jár, így egy kicsit már egy másik jellegű turista réteg is megjelent, aki mondjuk nem tudom máshogy fogyaszt, vagy így kevesebbet, vagy nem, már úgy volt, hogy én meg amit hallottam, hogy régebben, amikor valaki elment az Azori-szigetekre, az egy olyan, az egy nagyon konkrét program volt, hogy akkor meg nagyon drága volt a repülőjegy. Elment drága a repülőjegy, tehát ahhoz kellett egy elszántság, meg egy ilyen lelkesedés, és most pedig mondták azt is, hogy sokan vannak, akik Lisszabonból átugranak egy hétvégére, szóval körülbelül úgy, mint ahogy mondjuk valaki elmegy Kapolcsra, Budapestről, vagy valami csak úgy elruccan, tehát nincs meg az, hogy
hogy oda megy, akkor ilyen nagyon elkötelezett természetkedvelő, hanem elmegy, kibír le egy autót, körbe megy a szigeten. Éppen volt egy olcsó jegy, menjünk. Igen, és pont egy hétvége alatt nagyon sok olyan programot meg lehet csinálni, hogy körbe lehet menni a szigeten, fantasztikus látványosságnak meg lehet állni, de ugye különösebben nem kell oda tennie magát senkinek ehhez ma már, mert ez úgy ki is alakult, de amúgy vannak korlátai szerintem az ottani elizlandiasodásnak, mert a többi szigeten, meg a Kanári-szigetekkel ellentétben itt az időjárás nem mediterrán, meg nem olyan meleg. Tehát, nem kiszámítható. Tehát mi, amikor megérkeztünk január végén, utána júliusig az időjárás olyan volt, hogy lehetett 20-25 fok is, de lehetett 3 napig zivatar. Tehát pont a húsvéti szünetben találkoztunk németekkel, német párral, akik jöttek túrázni, béreltek autót, meg volt minden profi felszerelés, de 6 napig esett az eső, tehát azért így nehéz, hogy mondjam, így belőni, hogy igazából aki biztos akar menni, aki üdülni megy, az nem akar ezzel kockáztatni. Hát igen, és még nyáron is azért valamennyire augusztus-szeptember az, ami viszonylag stabil, kiszámítható. Hát valaki tervez menni, de arra próbáljon. Igen, augusztus-szeptember. Igen, de esőkabát akkor is. Mindig kell esőkabát. Egyébként megtaláltam egy kedves ismerősünk, Carlos Moniznak erre vonatkozó, aki egy ottani újságíró, rádiós újságíró, hogy ő mit mondott erről. Én meg írtam az Azori-szigetekről egy nagyobb cikket az egyik magazinnak, és akkor abban idéztem, hogy akkor ezt felolvasom, ezt az nagyon jól idevág, hogy korábban jobb színvonalú turizmus jellemezte a szigeteket, most megugrottak ugyan a mennyiségi mutatók, de ez nem feltétlenül pozitív a helyi turisztikai piacra nézve. Korábban jóval kevesebb turista látogatott ide, viszont többet költöttek, a low-cost turisták egészen máshogyan utaznak, a gazdaságosabb, olcsóbb megoldásokat keresik. És akkor erre mondta, hogy évek óta ugyan nagyon sok turistát vonz a szigetcsoport, de most hirtelen lett a fapadosok miatt egy ilyen gigantikus ugrás, és egyébként meg nyilván mindenki a táj miatt jön, meg a természetgazdagsága miatt, megy az Azori-szigetekre, tehát az mondjuk szerintem a cél az úgy nem nagyon különbözik, maximum az, amit az előbb itt már kérdezik. Igen, tehát hogy valaki egy ilyen gyorsabban, egy hétvégát fel akarja fedezni a szigetet, és akkor azt is meg tudja ma már simán csinálni, tehát nem kell különösebben neki készülnie, de egyébként mondjuk azt szerintem nagy különbség mondjuk Izlandhoz képest, hogy ez a sziget, ez nagyon szegény volt. Igen, és ez látszik Izland is az volt a 40-es évek előtt, de... Jó, de ez a 40-es évek előtt volt, de itt meg a 2000-es években is az volt. Igen, itt látszik, igen. Az emberek iszonyú ilyen dolgosak, hogy nem is tudom, mi a hardworkingnek. Tehát egy nagyon-nagyon szorgalmasak és dolgosak a mai napig egyébként, és ez látszik is a hétköznapokban. Hát mert alapvetően állattenyésztés volt, halászat, egyik sem egy olyan ipar, amiből volt pár exporter még, de hogy látszik, hogy... Hát növénytermesztés, de az is olyan, hogy most nem az, hogy nem csak önellátók voltak, de hogy azért az ne, egyik se egy olyan, amiből tömegek gazdagodtak volna meg, és azért az látszik, hogy nagyon meglopta a turizmus az a bevételket. Hát minden lakást kiadnak szinte. Nagyon sok Airbnb van, és mindenki, hát az én ismerőség körükben volt az, hogy mindenki a anyukáját átköltöztette magához, például a szállásadónő átköltöztette egy szobába, és az ő lakását gyorsan felütöttek, és akkor volt egy lakás ott a központban, pont a Delgádában, amit ki lehetett adni tök jó pénzért a szezonban. Úgyhogy de máshol is láttuk, hogy épülnek az ilyen hotelek, meg inkább az szerintem, ami parább, hogy a természet az ott látszik, hogy nagyon érzékeny, nagyon sérülékeny ott is. Mivel részben ilyen szekunder geotermikus tevékenység folyik, például ott van egy Furnas nevű falu, ott például őrületes mélységű hőforrás van, meg gejzír nincs, egyébként egy csomó helyen ezt írják, de ez nem igaz, mert nincs gejzír. Hőforrások vannak, meg ilyen geotermikus tevékenység, bugyogott minden ott a sár a földön, olyan, mint Izland egyébként, nagyon hasonlít, és az nagyon sérülékeny például az a terület, és ott valaki ott, nem tudom, elkezd emberkedni turistaként, egyfelől mondjuk megéghet a vízben, másfelől meg nagyon könnyű teheti a természetet.
azt is olvastam, hallottam, hogy nagyon tiszta a víz. Hú, az elképesztő. Mivel nincs ipar, semmilyen ipar nincs, ezért nincs, csak a lakossági szennyezés van, ezért tényleg ilyen átlátszó tiszta víz. Tehát az ember lemegy egy egyszerű snorkelezéssel a víz alá, és akkor így, majd ha hittem, bekapcsolt volna a National Geographic-et, és akkor így ilyen halrajok, gigantikus vastag halrajok úszkálnak, meg én láttam polipot is, akkor kicsit, hogyha már befizetsz, nem tudom, egy ilyen 20 eurós útra, akkor már együtt úszkálhatsz a... Jaj, nem teszem az a hal, amelyik így megy. Rájákkal, igen. És tényleg, de a legegyszerűbb fürdőhelyen, tehát ahol mondjuk a 1000 strandoló fürdik, még ott is rengeteg-rengeteg állatot látni. Mondjuk 1000 strandoló? Igen, az nincs, bocsánat. Ez egy kisebb strandoló. Most a hirtelen, ahol laktunk, annak a falunak a strandja jutott eszembe, ahol itt gyönyörű halak voltak, meg halrajok, meg sűr, jó, hát a tenger is sűn mindenhol van. Tengeri csillag, valaki kérdezte, mutogatott nekem a vízbe valaki, egy helyi lány, hogy felhozza nekem a tengeri csillagot. Így próbáltam jelezni, hogy én nem adja csak, de azért felhoztam, megnéztük, aztán visszaengedte. Tehát ilyen egészen elképesztő. Annyi van, hogy mit én van egy falu, aminek a környéke viszonylag több a szemét, de ezt nem nagyon értem, hogy miért egyébként. Nem tudom, az egy kicsit olyan szemetesebb. Mindegy, a lényeg az, hogy nagy összességében, és a legtöbb strand az ilyen blue flag minősítés, ami ugye azt jelenti, hogy eszméletlenül tiszta, és akkor Terceira szigetén pedig van egy olyan strand, amiről meg kinyilvánították, hogy az Portugália legtisztább strand, mert zéró szennyeződést mértek. Tehát a blue flag is már szuper, tehát az is azt jelenti, hogy az gyönyörű tiszta víz, és akkor van egy olyan, ahol meg semmi, egy fikarci szennyeződés. Ja, és a legtöbb fürdőhelyet úgy kell elképzelni, mivel ezek vulkanikus szigetek, ezért, és ilyen nagy kőplatókból áll végül is a sziget, tehát az olyan lávafolyások bele mennek az óceánba, ezért mindenhol meredek, sziklás part van, és akkor úgy valahogy a települések is úgy kicsit lekúsznak valahogy egy ilyen kis hasadékban, a hasadékon keresztül a tengerpartra, és akkor ott van az a halászkikötő, és akkor ezekre a sziklás partokra szoktak bevágni, vagy elkeríteni valamilyen mesterséges gáttal egy ilyen fürdőzőhelyet. És ezt úgy is hívják, nem is strandnak, nem úgy hívják, hogy ez fürdőzőhely, és akkor ott lehet, és kevés a homokos part, ez a klasszikus homokos part. Több, és az szörfözik is nagyon lelkesen. De Szolmigelen is van, de Szolzsorzsban. Van, és az is olyan, inkább ilyen szürkés-feketés színű, de amúgy ahol voltunk a Santa Barbara, ami ilyen strand, az egyszerűen csodálatos. Tehát az homokos például. Az homokos volt, és nagyon-nagyon, tehát tényleg gyönyörű. Sehol nincs tömeg, tehát hogy amikor van az, hogy most nagy szezonban, mindig mondták nekünk, hogy hát most nincsenek sokan, de majd a szezonban... Majd augusztusban nézzük meg, augusztusban brutális tömeg lesz, és azért, nem tudom, még a csopa kis strandhoz képest... Összesen lehet hasonlítani ezt a tömeget, tehát kb. Az összes strandon volt a sziget körül annyian, mert mint a csopa kis strandon egy július végi nappal. Igen, de a városban is mondták, hogy Ponta Delgada, ami a központ egy 60 ezeres város, de nagyon kompakt minden megvan benne, ott mondták, hogy hát majd itt óriási tömeg lesz a nyáron, és ott a nyáron sem volt nagy tömeg, hát több turista volt, de hogy az azt jelenti, hogy lézengtek a turisták a város központban, de nem volt vészes egyáltalán. De a szigetverseny mit lehet még csinálni? Ugye, tehát San Miguelen mondjuk? Bárhol, tehát a sziget. Hát, mivel nagyon vulkani, tehát minden a 9 szigetből 8 vulkanikus tevékenység során jött létre, ezért egészen elképesztő a belsők egy csomószor. Például nekem az egyik élet, ez mondjuk pont nem San Miguel. Na, akkor kezdjük San Miguel. San Miguelen van például a sziget belsőben, az említett Furnas nevű falu, amit Furnasnak írem. Ott például fantasztikus tavak vannak, van egy mustárszínű tó, amiben meg lehet fürödni, ez is geotermikus eredetű tó. 38 fokos, elképesztő élmény. Akkor mint én attól pár méterrel odébb, és akkor ott van is egy, annak ilyen sajátos mikroklímája van annak a falunak, és ott, ja igen, erről nem beszéltünk, hogy az Azori-szigetek klímája az óceáni per szubtrópusi, és egyre inkább megy a szubtrópusi miatt, vagy irányában a globális felmelegedés miatt, ezért szegények itt 10 évente azért egy ilyen nagyobb trópusi vihar így át is söpör rajtuk. De annak is általában inkább csak a maradványa, de olyankor mondjuk nincs oktatás az iskolákban, meg ilyesmi. Na de visszakanyarodva, tehát Furnasnak még ezen belül is van egy ilyen mikroklímája, és akkor ott vannak ilyen óriási fenyők, meg ilyesmi. A lényeg az, hogy ott például egy napot, nem, inkább három napot el lehet tölteni azzal, hogy az ember elmegy az egyik fürdőbe, utána elmegy egy másik fürdőbe, ami tényleg egészen fantasztikus, és egészen más karakterű, mint az említett mustárszínű tó. Van egy óriási botanikus. Van a botanikus kert, a Terra Nostra Park, ahol van ez a most verszínű túl, akkor van ez a Poca de Dona Beja nevű fürdő, ami megint csak hihetetlenül frankó. Akkor van egy
van egy kert, amit csak a tulajdonos, az azori kormány megállapodott, hogy csak augusztusban nyitják ki, akkor ott is egy fél napot el lehet bolyongani, ott még nem lehet fürödni. És ez még mindig, ez csak egy falu, és annak a belseje. Akkor vannak ilyen egyéb, ja, akkor ott vannak a hőforrások, két helyen a falu szélén van egy tónak a partján. Van egy adag hőforrás, illetve a falunak a központjában van még egy, nem tudom hány darab, vagy 15 hőforrás, szóval, ami megint csak fantasztikus. Szóval több, eleve úgy kell elképzelni, ami mi béreltünk többször autót, meg aztán utána egy idő után kölcsönadták az autót a helyi ismerősök, és akkor érdemes autóval menni, hogy tömegközlekedés az elég hektikus, és autós kirándulásokra tökéletes, mert körbe lehet menni a szigetet, az utak azok kifogástalanok, nagyon ki van táblázva. Nem lehet rengeteg eltévedni sehol, de egyik szigetel sem. A kormány, az azori kormány bevezetett egy egységes jelzésrendszert, meg egy túraútvonal kialakítási rendszert, és rengeteg túraútvonal van, amit így nagyon könnyű utána nézni, és semmi térkép meg, semmi, hogy mondjam, különleges ismeret nem kell hozzá, és az mind fantasztikus. Tehát fantasztikus részeken vezet, tehát igen. Elindul az ember egy folyóvölgybe, vízesés, át egy ilyen egzotikus, ilyen burjánzó erdőn, föl egy hegygerincre, óceán, másik oldal is óceán, akkor ott ilyen tavak, patakok, hát sokkal, háromszor annyi csapadék van, ezért teljesen más az az élmény, hogy hát itt egy patak, itt vagyunk a rámszakadékban, és itt egy patak, ott tele van mindenféle forrás. Meg rengeteg vízesés, ami szerintem magyar szemben elég egzotikus. Tehát így a legtöbben meg is lehet, illetve mindegyikben meg lehet fürödni, és van egy olyan, ahol mondjuk szednek belépőd, de kifejezetten télen-nyáron fürödhető vízesés, ami tényleg ilyen. Igen, keveredik a termálforrás, keveredik egy vízeséssel. És akkor miatt langyos, vagy általában langyos. Szóval... Úgyhogy a sziget belsejében igazából a kérdésedre visszatérve meg sokkal több mindent lehet csinálni, mint a partokon, mert a partok is szuperek, de hogy nem tudom, vannak a gyönyörű tavai, például a Szeteszidádás, vagy a Lágoldó fogó volt a kedvencünk, akkor ott van egy olyan tó, ami nem is nagyon van benne az ilyen hivatalos túraútvonalaknál, a Lágoldó Kongró, az egy mártó, ami egy ilyen vulkánkitörések után keletkezett speciális tó. Ott például nem tudom, mint megtudtam, nem a szárazföldi költözőmadarak pihennek meg, hanem a vízi költözőmadaraknak egy ilyen jellegzetes megpihenőhely, az is gyönyörű. Tehát annyiféle tó, vízesés, természeti képződmény, vulkanikus képződmény, barlang, ilyenek vannak a szigetek belsejében. Meg hát a legnagyobb élményem, nekem életem egyik legjobb élménye az Terceira szigetén volt egy vulkán, aminek be lehet menni a belsébe. Az Ágár. Megmaradt a vulkáni, nem a kráter, mert majdnem minden szigeten vannak kráterek, tehát São Miguelen van két vagy három kráter is. Ami ezek aktívak még valami? Nem. Hát, a vulkánikus tevékenység az aktív, de a jelen pillanatban semmi nem aktív. Az utolsó kitörés az 1957-ben volt Fájálon. És azóta nem. Földrengés volt 1980-ban Terceirán, ami a egész város lerombolt, vagy hát a félváros lerombolt, de újra építették. Tehát hogy olyan, nincs, igazából nem éreztünk földrengést. Nem Japán, tehát hogy nem egy, vagy nem a... Meg nem Izland. Nem Kalifornia, hogy ilyen aktív vulkáni tevékenység, de valamennyi, tehát olyan szempontból azért mindig ott érződnek ezek a vulkáni kísérő jelenségek, de sok vulkáni kráter van, ami szintén egy gyönyörű természeti jelenségeket ad, de ez egy olyan kürtő, hogy ez maga, amikor a láva folyás megindul. Most visszatérve a Terceirán lévő. A Terceirán lévő. Igen, meg is mondom a nevét, csak ebben. Ágárdukárban. Ágárdukárban, ott tényleg. És ott például, ahol kifolyt a láva, az a szűk, ilyen kanyargós, gyakorlatilag egy barlang a föld mélyére, abba lehet leereszkedni, mert ott úgy van, hogy az eltérő típusú, ahogy a láva kijött, és tolta maga előtt a kőzetet, az a kőzet fájt ki egy ilyen nagyon egzotikus, ilyen féregjáratot gyakorlatilag, és azt kialakították egy látogatóközpontnak, és oda le lehet menni, és tényleg nem gyakran jár az ember. Én írtam részletesen erről a blogomban egyébként, és az a baj, hogyha valamiről írok utána, mert esetenként nem emlékszem minden részletét. Azért írjuk le, igen. Igen, ez a... Amit említettél, csak azért mondom újra, mert mondtad a nevét, hogy ezen a Haligali blogon ezen részletesen leírtam, ebben az Ágárdó Kárváó nevű barlangban ezt az élményt, amit átértünk. Nekem tényleg ilyen hátborzongató volt, hogy így néz, és az volt a legszebb, amikor így belülről néztünk fölfelé, és akkor ott volt a vulkánnak a gyakorlatilag, ahol kiömlött a láva. Meg igen, tehát egy kis keskeny, ez egy keskeny járat, és felfelé lehet látni egy
egy keskeny kürtőt, és annak a száját, és be van fölülek, még ilyen dús vegetáció van, mohával benőtt, meg páfrányok, és aztán utána meg hát csak ez a csupasz kő, ahogy lent, és nem tényleg jól néz ki. És ez is például a térszínre szigetének a leges legközepén található. Egyébként, ha a térképet nézi az ember, tényleg a közepén van ez az Algarve kárban, ahol nem működik. Csak hogy így lássuk, hogy körülbelül mennyi dolog van, amit az ember tud csinálni, mondjuk a Saumiga szigeten, mondjuk mennyi, hány százalékát tudtátok bejárni a szigetnek ez alatt? 80. 80, igen, mert Nordeste... Hát igen, de Nordeste-ben nem. A Nordeste az az észak-keleti tartomány. Ott például, mint én, van egy tök szép vízesés, amit valamiért nem néztünk meg. Meg ott még gyönyörű, ott vannak olyan túrautak, amik szinte érintetlenek Saumigán belül, mert ott nagyon pici a lakosság. Tehát nagyon kevés ember él abban a régióban, és emiatt ott még rengeteg olyan túraut van, amit mint például szívesen megnéztünk valamit, maradunk mondjuk 2-3 hónapot, de azokat már nem. Majd legközelebb. Igen. Azokat már nem néztük meg, úgyhogy például mondom, van ez a sziget, ez ami akkor, mint a Balaton, és 7 hónap alatt oké, hogy nem, tehát mi nem minden nap túráztunk, de hetente egyszer nagyjából igen. Vagy legrosszabb esetben 2 hetente egyszer, és még így is maradt azért elég látványosság, amit meg lehetett volna nézni. Mm. A többi sziget közül melyik volt a kedvencetek? Hát, mindegyik más, és mindegyik tök szép. Ahol végül becsekkoltunk, de aztán mégsem mentünk el, az Flores volt. Én oda vágytam a legjobban, mert az a legérintetlenebb, az van legnyugatabbra. És én azóta is nagyon bánom, hogy nem mentünk el. De amit megnéztünk, talán Terceira. Mindegyik jó, vagy csak más. Mindegyik tök más a karaktere mindegyiknek. Igen, tehát hogy mindegyik vulkanikus sziget, de mindegyik valamilyen más. Szinten egyedít. És meg ami más a karaktere, mondtam még, hogy mások a betelepülők, ezért például amikor voltunk mondjuk egy másik ilyen nagyobb város, Angra do Heroísmóban, az például az sokkal inkább egy ilyen klasszikus mediterrán város hangulata Terceira, volt, mint Ponta Delgada, ami a mi szigetünknek volt a központja, és az sokkal, tehát más volt az egésznek a kialakítása, akkor ott van a szem egy, ott van az amerikai bázis. Igen, igen. És akkor az is úgy rajta hagyja valamennyire bélyegét, hogy több amerikai mozgott, és, de úgy az egésznek úgy más a hangulata, szóval, és mindegyik szuper jó volt. Igen, és még a két nagyon pici sziget is van, mi nem voltunk a nagyon pici szigeteken, de azok is álltak szuperek, meg oda átkompozni, azok általában a pici szigetek egy nagy szigethez vannak, nagyon közel kompal, tehát úgy érdemes. Ezek a kompok azért ilyen megbízhatóak. Nyáron járnak, télen csak két komp jár, két sziget között, de nyáron, hát a nyár az így kitágított nyáron, tehát mit tudom, mondjuk áprilistól októberig járnak, mert utána az időjárás nem teszi lehetővé. Ja, de ezt nem úgy elképzelni. A repülőjáratok járnak. Ja, ezek kompok, hatalmas hajók. Tehát ezek hajók, igen. Tehát csak kompnak hívják. Igen, de megbízhatóak. Igen, egyszer egy olvasó kérdezte is, hogy tudok-e törölt kompjáratokra. Mondtam, hogy nem nagyon követem az ilyen híreket, de hogy szerintem nem, mert valószínű. Tehát ezek ilyen nagyon megbízható. Ami láttuk mindig, ahogy befutnak a Ponta Delgada kikötőbe, és úgy néznek ki, mint a nagy óceánjárók, csak kisebben. Tehát hogy ilyen masszív, nagy orra van, a fedélzet is magasan van, tehát hogy látszik, hogy óceáni közlekedésre terveztek. De a szigetcsoportok között, az említett három szigetcsoport között ott a helyi repülőjárat. Tehát érdemes igénybe venni, mert az ember... És azok annyira egyszerűek, tehát hogy mondjuk kitaláljátok, hogy na most hétvégén nem tudom csütörtökön ma, hétvégén veszek egy ilyet, van hely, nem kell előre hónapokkal foglalni. Hát úgy van, én azt tapasztaltam, meg amikor mi utaztunk a szigetek között, akkor két érdekes meglepetés érték minket. Az egyik az volt, hogy ha A szigetről el szeretnénk menni B-re, majd a B-ről vissza az A-ra, az alig olcsóbb, mint hogyha csinálok egy A-B-t, vagy alig olcsóbb, mint hogy csinálok egy olyan körutat, hogy A szigetről B szigetről, onnan a C szigetről, onnan a D-re, aztán vissza az A-ra. Tehát, hogyha több szigetet útba ejtesz, és ezt megcsinálják neked mondjuk egy fél óra alatt ezt a körutat a Ponta Delgadai irodájukban, ez a társaság, akkor igazából alig fizetsz többet, mint hogyha elmész az egyik szigetre, majd visszajössz. Tehát egy körutat sokkal inkább érdemes árértékarányban foglalni, mint elmenni egyre és visszajönni. Ez nagyon meglepett neked. A másik érdekesség, hogy egy monopól helyzetben lévő légitársaság, a Szatamás néven Azores Airlines jár a szigetek között, és ennek megfelelően úgy alakítják a járataiknak, vagy az egész közlekedés politikájuk, hogy nem tudom, hogy hívják ezt szaknyelven, ezt úgy alakítják, ahogy akarják. Ezért például az, hogy itt van, tegyük fel, két sziget között van napi 3 járat,
Egyfelől, ami nagyon fura, hogy, vagy nekem furcsa volt, de lehet, hogy ez is jellemző, én nem ismerem ezt a világot, hogy az ott lakók, a helyi lakosok, azok olcsóban repülnek, mint a turisták. Másfelől pedig nem ingadoznak a jegyárak úgy, mint én a nagy társaságoknál. Tehát, hogyha te januárban veszel jegyet egy márciusi, mondjuk áprilisi időpontra, tök mindegy mikorra, egy napra, az ugyanannyiba fog kerülni előző nap áprilisban, mint amikor te januárban megvetted. Nem lehet játszani. Nem lehet, ez nincs is értelme. Igen, tehát ez olyan, mintha igen, pontosan, jó, mint ha veszel egy BKV jegyet, az ugyanannyiba fog kerülni, nem tudom, márciusban is, mint hogyha megveszed mondjuk előző év decemberében. És azért ezért, be lehet esni az irodába mondjuk igen. December, mit, vagy nem december, július 22-én, hogy te 23-án szeretnél körutat csinálni, és megcsinálják neked fél óra alatt. Annyi, hogy mondjuk ha egy nap három járat van, lehet, hogy a bizonyos desztinációra, akkor lehet, hogy kettő már betelt, ezért lehet, hogy csak a drágábbra majd adnom, mi mondjuk egy kellemesebb időpontban repül, mint mondjuk a reggel 6-os. Ennyi az egyetlen rizikó. És a másik, mert hogy elég drága a repülő. Hát igen, mert monopól helyzetben van, és nem a szigetek közti repülő, mert amúgy meg csomó helyről megy olcsó járat. De milyen olcsó? Milyen áron van egy? Hát ilyen 100 euró volt egyik szigetről. A körberepülés? A körberepülés meg a fejenként ilyen hát milyen négy szigetet érintő körberepülés, az ilyen, nem is ilyen 270 euró volt. Összesen? Három. Egy embernek. És gyerekeknek valameddig nem is kell fizetni. Igen, ilyen három éves. Ezt érdemes megnézni egyébként a szaka honlapján, ott minden van írva. És egyébként, ha valaki nem nincs ott, hanem mondjuk itthonról akar ezeket lefoglalni, azt hogy előre tudja, össze tudja magának rakni. Ugyanúgy, ez egy profi régi társaság, de ott... Csak valahogy nekünk egyszerűbb volt bemenni az irodába. Mi bementünk az irodába, és mondtuk, hogy mit szeretnénk. Igen, mert egy sok variálgattak, összerakták, hogy hogy érdemes inkább előbb menni. Hogy ez előbb az egyik szigetre, aztán hogy valahogy picit olcsóbb. Ugye valami ilyesmi volt, hogy a hölgy nagyon kedves volt, és ott variálgattak. Egyébként miért ezt a szigetet választottátok így lakóhelyeteknek? Mi volt az ért mellett? Talán az egyik, hogy az infrastruktúra, könnyebb is volt eljutni. Hogy olyan, négy szigeten van kórház, és a kislányunk miatt olyat szeretünk. Az infrastruktúra. Ja, igen, hogy a 9-ből olyat választottunk eleve, ahol biztosan van kórház. Egészségcentrum mindenhol van, de olyat szeretünk, ahol biztosan van kórház. De nem volt ez. Nem ez volt, nem ez volt a legfőbb szempont, de ez is közben. De mindegyik, tehát nem lehet mellélőni, mert mindegyik sziget szép. Ráadásul itt azért tényleg sok minden van, tehát minden van, ami kell egy átlagos élethez, tehát hogy mindent meg lehet venni, nem különösebben drága, de tényleg óriási bevásárlóközpont van, vagy nem óriási, hanem pont egy akkora, van pláza is például, ami elég vicces, mert pont egy akkora pláza, amikor az ember nem kap pláza sokkot. Tehát és rengeteg ablak van rajta, meg egy életűbb állna. Igen. Ami egy kedvesebbé teszi, mert amúgy én a végtelen sivár élettérnek tartom, vagy hát ilyen tartózkodási helynek tartom a plázákat, így menekülök onnan, de hogy ezért tök kellemes. Minden meg lehet venni, tehát, hogy minden van. Az érdekes, hogy azt mondod, hogy árak is normálisak, mert azt gondolnám, hogy ugye egy szigetekről van szó, ahol mindenbe kell importálni, drágább. Hát mi is ezt gondoltuk egyébként. Ez érdekes. Ez egy nagyon érdekes dolog. 10-15%-kal drágább minden, de azt hiszem, mint mondjuk Budapesten, de azt hiszem, ez Portugáliára jellemző, hogy nagyjából hasonló az ár, kicsit talán drágább. Ami érdekes, hogy a helyi dolgok azok, helyi termékek azok drágábbak, mert sokat, tehát hogy az importálni, mondjuk banánt importálni Ecuadorból sokkal olcsóbb, mint a helyi banánt megtermelni. Kivéve a piacon. Igen, kivéve a piacon, és de meg mi is az, ami az ananász? Hát az ananász az egy vicces dolog, én annak nagyon utána. Na, az, hogy a szigetek, főleg São Miguel egyik címer növénye az ananász. És az ananász termesztés az már az nagyon speciális módon termesztik, és nem olyan ananász fákat kell elképzelni, hogy valaki járt a trópusokon, mint a trópusokon, hanem egy speciális üvegház típusban irgalmatlan mennyiségű emberi erőforrást igénylő eljárás során körülbelül majdnem két év alatt, vagy bő egy év, az biztos, hogy egy évnél hosszabb ideig terem meg egy darab ananász. Ami, ha belegondolunk, egyébként így nem annyira logikus, hogy ezt miért kell életbe tartani, de mivel az azori identitásnak ez annyira része, ezért az EU a szarvasmarhatartásnak, meg az ananász tartásnak rettentő nagy támogatást ad tudtommal, legalábbis támogatja a mértékét, azt nem tudom. És ezért fennmaradt az ananász termesztés. Ezért az azori ananász az egy ilyen óriási becsben tartott. Azorikum.
Az a rikum egyébként, igen, és annak ellenére mondom, hogy a rengeteg vizet igényel, irtózatos sok emberi, tehát így mutogatták ott, ahol elmentünk a kislányommal kettesbe egy ananászültetvényre, mert egyébként a legtöbb ananászültetvény látogatható, és akkor le volt írva a folyam, hogy elmentem egy ananász információs központba is, az a neve, hogy Cica, hogyha valaki egyszer meg szeretné nézni, ott van pont a Delgáda mellett. Ott is mindent végignéztem, minden videót, és valami hihetetlen, hogy így belegondolok, hogy így füstölgetni kell bizonyos pillanatban az ananászok mellett, hogy egyszerre érjenek be, ilyen avar, meg igen, valami speciális eljárás, egy ilyen bödönszerű valamiben. Mindegy, az egész ilyen egészen misztikus, tényleg, tehát így azon gondolkodtam, hogy... Tehát tök bonyolult előállítani, tök bonyolult, hosszadalmas, sokkal drágább, mint az importananász. És akkor, ha bemegy az ember ott a pont a Degedei említett nagyáruházban az élelmiszer osztályra, akkor ott a behozott importált ananász az drágább, mint az azori ananász, de mi tudatos emberként... Nem, olcsóbb, behozunk igen, az igen, olcsóbb. Bocsánat, olcsóbb, igen, és mi tudatos emberként ennek elére mindig az azori ananász. De nagyon finom, nagyon finom az azori ananász. De általában még az összes zöldség, meg gyümölcs, ami helyben megterem, az fantasztikus, iszonyú, jó, mert a vulkáni talaj, sok eső, igen, rendszertelen napfény, az nem olyan sok, de minden tök. Rettenet nagyon zamatos fokhagymától. Teljesen másik van a petrezselyemnek, ami ott terem, meg a fokhagymának. Tényleg. Na mindegy, szóval az ananászt azt egy ilyen példaként hoztam. Egyébként nagyon sok minden megterem. Ha már itt tartunk, akkor a helyi ételekkel kapcsolatban tudtok nekem mondani, hogy mi az, amit meg kell kóstolni, ami különleges? Halak. Hal és hús. Hal és marha. És az ananász, és az annona, és a bólu levédő. Igen. A bólu levédő az egy speciális kenyér, nagyon durván addiktív, ilyen, szerintem azért, mert cukor van benne. Olyan, mint a puffancs. Vagy mint a scone Írországban, meg Angliában. Igen, de az egy helyi pék sütemény, és sokszor... abba szoktak felszolgálni hamburgert, ami nagyon jó. Tehát az ilyen kicsit édeskésebb tészta, és ott különlegesen jó minőségű a marhahús, de mindenhol, mivel van egy szabvány, hogy a marha csak helyi füvet és helyi vizet ihalt, és semmi más nem lehet a hasában, és ezért minden, tehát nem lehet mellé nyúlni húsételekkel. Tehát mi például szerintem a leglepukkantabb kifőzdében ettünk minden nap, mert az volt ott közel a hozzány, és soha nem volt olyan, hogy rossz húst tettünk mert volna. Mert nincs rossz minőségű hús a szigetek. És hát a másik, mondjuk a halak, az pedig azért különleges, mert ez a Föld egyik olyan utolsó régiója, ami nem lehalászott, és nagyon nagy bőség van halakban, és olyan sokféle van, egy csomónak, mert legtöbb még nem is tudtam mondani a nevét, amit megettünk. Azt tudtuk, hogy a kislányunknak mindig karthalat vettünk, mert a karthalban, az éttermekben, mert a karthalban alig van szálka. És de például, ami még ott nagyon speciális, az a Lapász Breliades, az a tapadó tengeri csiga, ami valami fantasztikus, és azt is egyébként lehet kapni Portugáliában is, de szerintem az azori az egy picit finom. Olyan, mint egy mohával belőtt kagyló, úgy néz ki. Egészen és ott ki kell, és kb. Hasonló módon kell megenni, és hát kipróbáltuk, és nagyon finom, előételként szokták enni. Igen. Vagy a kráke az viszont nagyon-nagyon speciális, az alig van pár helyen, hogy van. Igen, az meg valamilyen korall. Korallszerű állatka. Igen, és kézzel szokták leszedegetni a kövekről. Igen. És akkor azt nem is kóstoltuk. Igen, mert én akkor már nekem már a hasonban volt akkor a második gyerekünk, és akkor már ilyenkor nem szólt ilyen. De amúgy úgy, hogy az éttermek azok hát elég drágák, most azt mondom, egy főétel ilyen 12-15 euró között. Most azok korrekt, de hogyha így hosszú távon. Akkor viszont főztetek magatoknak? Is. Viszont a Prátod a díja, azaz a napi menő intézménye, az egy csoda, az fantasztikus. Mert akkor 5 és 7 euró között kapsz főételt, általában még levest is, néha kávét is, még hozzá vagy desszertet, és az egy ilyen kiszámítható dolog. Igen, és ezt minden étteremben lehet hétköznap kapni. Egyébként ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon is, vagy legalábbis Budapesten, ezt azért elterjedt már. Szerintem. És az, ami tökéletesen végigkóstoltuk az összes éttermet, azon kívül, hogy persze azért igyekeztünk ellátogatni, mert nagyon sok fantasztikus étterem van. Ja, és még van a kozidódás furnás, az amikor, na, azt szeretik nagyon a turisták, azt szerintem elég egyébként, mint megtudtam, a főrnesiek is ették, ez főrnesben van, főleg ebben az említett faluban, amiről már az elején többet meséltünk, ott azt csinálják, hogy véres hurkát, jamgyökeret, krumplit, hagymát, zöldségeket beleraknak 6 órára egy lyuk, a föld mélyébe, a forró föld mélyébe vájt lyukba, ahol a hőforrások vannak a közvetlen közelükben, és akkor ez a forró, igen, így szépen összeér,
érik, összeérnek az ízek ennek, meg, ennek, ennek eredményeképpen, és akkor ezt fürdésből is lehet tenni, de pont a delgádai éttermekből is szokták felszolgálni. Ez nagyon tipikus étel. Minket az kevésbé hozott lázba, mint mondjuk a halak. Meg a tejtermékek, az Azor-szigetek az semmiképpen sem a vegáknak, meg a laktózérzékenyeknek való hely szerintem. Mert a tejtermékek egészen, amiatt ugye, amit a marhákról mondott a Gergő, hogy csak fű és víz juthat a gyomrukba, ezért nagyon jó minőségű a húsuk, meg a teheneknek ugye nagyon jó minőségű a tehenek. Következésképpen a világ egyik legjobb fagyja az ott a gorán, a teaültetvénye. Ja, mert ott van, erre nem beszéltünk, de ott van a Európa legmérékebbi teaültetvénye is. Szóval meg hát van még kettő, Irlandiában van még egy, meg azt hiszem Ukrajnában van még egy. A lényeg az, hogy ott van Európa legrégebbi teaültetvénye, és például az ő büfékben található, szerintem a legegyik legfinomabb fagyja, amellett, hogy a teájuk is természetesen. De teafagyi, tehát hogy zöld teás fagyi. Az olyan, ez hogy az igazából azt szerintem egy ilyen vaníliafagyi, és ilyen zöld tea ízesítéses, fantasztikus. Meg tényleg a tej, egyébként a fagyiban az nagyon döntő, nem gondoltam volna, csak ott, amikor ott tettünk sok fagyit, hogy annyira jó a tej, hogy az úgy meghatározza az összes fagylalt ízén. Ja, és még az érdekes dolog, hogy amiatt, amit az elején mondtunk, hogy nincs nagyon egységes identitás, ez így az ételekben is megnyilván, hogy például Szó Miguelen, ahol mi éltünk, ott nem nagyon használtak, most csak egy példát mondok, mert nem gondolom, az kicsit unalmas, nem most, hogy hirtelen egy ilyen gasztronómiai lexikonnál alakulnánk át, de hogy ott például nem használtak fahéjat, míg Terceiren pedig így a fűszerezés egyik jelentős eleme volt a fahé. Noha nem tudom hány tengeri mérföldre vannak, de nem olyan nagyon sokra, ami ezt indokolt tenni. Akkor mit tudom én, cápát például lehetett kapni Szó Miguelen, de például azt szerintem egy ilyen speciális eset igen. volt, hogy... Valaki tervező, hogy elmegy az Azori-szigetekre, akkor milyen pár tippet adnátok neki, hogy mondjuk hova menjen, mit ne hagyjon ki, akár tényleg gyakorlati, vagy saját vélemény? Hát szerintem, ha korlátlan mennyiségű idő és pénz áll a rendelkezésére, akkor mind a kilenc szigetet járja végig, mert nagyon eltérő lesz. Ha csak nagyon kevés idő és korlátozott mennyiségű pénz áll a rendelkezésére, akkor szerintem São Miguel a legváltozatosabb és a legnagyobb. Ha meg mondjuk pár sziget, akkor São Miguel, Terceira, Faial, és Faial mellett van a Pico, ami Portugália legnagyobb hegye, az egy nagy vulkán, tehát a tengerből kiemelkedik 2131. Egy nagy vulkán, és én majdnem átmentem oda, tehát, mert ott egy kompalát lehet menni, csak ott az a rizikó, hogyha rossz az idő, akkor felhőből burkozik a hegy, és akkor az ember eltölthet egy napot hegymászással, vagy hát nem kell hegyet mászni, igazából egy nagy kaptató az egész. És eltölthetek egy napot azon, hogy felhőben masírozom. És azt hiszem, hogy azt mondják, hogy picit veszélyes is. Igen. Hát edzett emberek, tehát edzett, de azért elég sok olyan emberről hallottam, akkor, hogyha költ van megeső. Bocsánat, 2351 méter magas a pikó. Na tessék. Mindig összek arra, hogy 51 vagy 6. Szóval ez a négy az így. És flores, ami a legérintettebb. Hát igen, igen. Tele vízesésekkel, amik beleömlenek az óceánba. De aki mondjuk szeret barlangtúrázni, az mondjuk São Jorge. Hát vagy szörfözni. Vagy szörfözni. Tehát, hogy van, tehát minden. Aki szereti a vörös színű apró sivatagot, az pedig Santa Maria-ra. Szóval így nagyon... Igen. És így, hogy kismányotokkal voltatok, neki hogy tetszett, illetve valaki gyerekkel el akar indulni, akkor neki mit mondanátok? Szeressék az esőt családilag szerintem. Nem, és vigyenek vízzel. Igen, mert nagyjából augusztust kivéve, meg talán szeptembert kivéve azért mindig esett. De akkor is eshet, csak akkor már fel se tűnik egy kis eső. Szerintem az olyan családoknak való, akik egyébként is szeretnek úgy kirándulni, igen, kirándulni. Például aki babakocsizós család, annak az nem érdemes olyan szempontból, hogy nincsenek olyan nagyon jó járdák. Vagy macskaköves. Vagy macskaköves, tehát mi háti hordozót vittünk, nem is vittünk babakocsin, és az úgy nagyon jól bevált, de azért meg nagyon dimbes, dombos, tehát mondjuk amikor el kell menni egy gyerekkel valahová, azért még 2 kilométer tolni, az... Hát vagy ha megmakacsolja magát, és nem hajlandó. Még ilyen szempontból jó volt a háti oldozóban, közé elég sokat. És még egy apróság, hogy el kell fogadni azt a tényt, hogy kevés a játszótér a szigeteken. Tehát én Terceiren van egy hatalmas, az említett Angra do Heroísmo nevű városban, ami egyébként az UNESCO világörökség része lett időközben, az elmúlt néhány évtizedben. Ott például van egy hatalmas játszótér, de az így az inkább a ritka kivétel. Tehát nem mondanám egy ilyen, viszont végtelen gyerekbarát hely mindezek
kell együtt, vagy ezek ellenére, mert nagyon szeretik a gyerekeket, nagyon kedvesek. Igen, a gyerekek. Nagyon kedvesek, és a gyerekek is kedvesek. A gyere, ja, ami megdöbbentő tényleg, hogy a gyerekekben ilyen zéró agressziót lehet látni, hogy így az a játszótéri jelenet, ami nálunk ilyen nagyon gyakori, vagy bárhol Európában, olyan nagyon ritkán. Igen, nincsen, nincsenek ilyen karcsuk elveszi, Józsika lapátját, és utána fejbe vagdossák egymást a lapáttal, ilyet nagyon keves. És olyan segít, oda mennek gyerekek egymáshoz a játszótéren, és szó nélkül a szülők nem is biztatják őket, így elkezdik egymást segíteni, és mi arra jutottunk, hogy ez egyszerű mintakövetés, hogy ezt látják a családokban, a szüleiktől. Nagyon szép, nagyon jó. Bármi további élményt a blogotokon tudnak hallgatók olvasni, és megnézni a fotókat, aligali.blog.hu, ugye? Igen. Igen, igen. A végére minden vendégemtől három standard kérdést felteszek. Az első az lenne, hogy milyen appokat, weblapokat használtatok, tényleg teljesen gyakorlati nevekkel nyugodtan. Uh-huh. Oké. Okay. Hát szerintem kiindulásnak teljesen jó a Wikipédia, főleg az angol. Én angol meg a német Wikipédiát néztem. Ezen kívül van a visitazores.com, tehát a nyilván ez egy angol szó, értelemszerűen kell a betűket leírni. Az nagyon-nagyon hasznos, hogy például a túraútvonal leírások is vannak, és minden kérdésre talál az ember nagyjából választ. Nem, tudod, hogy szigetekről lehet most. Akkor majd erre utána, amit gondolom, visszatérünk. Szia! Ide jövök! Kérdezed, a bácsi kérdezett minket az azori szigetekről. Neked elmesél? Valami, mert arra megkérdezi, hát, ha valamit tőled is kérdez. Emlékszel még az azori szigeteket? Igen. És tetszett? Mi tetszett a legjobban? Mi tetszett? Te voltatok lenne a tengerparton? Uh-huh. Miket láttatok a tengerparton? Virágkocskákat. Virágkocskákat? Virágkocskákat. Hányat? Egy. Egyet? Sokat. És megfogtad őket? De megfogtad, Megmerted fogni? Én sem merem őket megfogni. Egyet megfogtál, emlékszem, egy kis felkocskán. És figyelj csak, Bubu! És amikor sátrasztunk, figyelj, emlékszel arra a madárra, amelyik vicces hangot adott ki fájáron? Ilyen hangot adott? Ez a mediterrán vészmadár volt, amelyik fájáron, ahol sátrasztunk, ott ilyen vicces hangokat adott. Lesz valamit szállni. Jó, vissza szeretném menni a barához. Igen. És figyelj, Bubu, még azt elmeséled, hogy, hogy milyen volt, amikor utazgattunk a szigetek között? Szeretsz repülni? Szeretsz? Nem. Ez igaz egyébként. Hát akkor ennyi volt. Mondtam, hogy ez két és ügyes. Jó. Először a Wikipédián tájékozottunk, ott főleg az angol meg a német Wikipédia, az nagyon jó, mert nagyon teljes. Akkor van a visitazores.com oldal, ahol nagyon jók a túraútvonal leírások. Apró kis hibák vannak, de ezen kívül is. Tehát a túraútvonal leírásokon túl is mindenféle kérdésre választod az oldal. Van egy nagyon jó oldal, amit már a helyszínen találtam meg, az a geekyexplorer.com, és egy azori ember, azt hiszem, aki, ha jól értem, vagy két laki életet él, vagy már azóta Kanadában vagy Amerikában él, de nagyon-nagyon jó túra javaslatokat ír ezen a geekyexplorer.com-on. Aztán, ha valaki tud németül, én az elején sokat leveleztem egy Lutz Kolbe nevű német férfivel, aki oda költözött, örökre Fajász szigetére, az az egyik sziget, és vitorlázó, vagy vitorlás, és például mit tenni, többször elvitorlázott onnan például a Kanári-szigetekre meg vissza, és akkor ő egy a hétköznapi életéről ír ilyen néha érdekes, néha kevésbé érdekes bejegyzéseket, sok képpel, de például én tőle egy csomó mindent kérdeztem, és nagyon jó információkat adott, ott beírja az ember, hogy Lutz, azt hiszem lutz.com, ott megtalálja. Szerintem én ezeket a forrásokat néztem, és aztán azóta mi is sok mindent írtunk a Haligali blogra, az azori szigetekre, ami blogunkra. Jó. Hát nem tudom, lehet, hogy nem lesz semmi. Következő kérdés az szokott lenni, hogy Budapesten, vagy itthon Magyarországon, azori szigetekhez vonatkozóan, nem tudom, étterem, kávézó, bármi van-e? Bár hát én egy dolog, ha nincsen. Én egyetlen egy dologról tudok. Az neve, akkor lehet itt mondani? Nyugodtan. Igen, az neve, hogy Picual Delicat. Nekik picual webshop.hu az oldaluk, és Hidegkúton van egy üzletük, az neve, hogy művészek boltja.
ez a Hidegúton, Vörösmarty utca 30-ban van. Én úgy tudom, hogy ők, tehát abban biztos vagyok, hogy ők szoktak forgalmazni azori teát, az 100% biztos, és szerintem talán még halkonzervet is, de abban már nem vagyok 100% biztos. A tea biztos, mert nekünk volt, tartottunk ilyen előadásokat, és akkor ők adtak is nekünk teát. De ez most nem egy ilyen bújtatott reklám, hanem tényleg őról tudok, és senki másról. De ha valaki tud, én nagyon örülök, hogyha tudnátok kommentelni? Igen. Akkor nagyon örülök, hogyha esetleg kommentel még helyszíneket, vagy bármit, mert én is csak őket ismerem, akik bármilyen azori vonatkozású termékkel ellátnák Magyarországon időszakosan, azt hiszem. És az utolsó kérdés pedig, hogy esetleg könyv, film, zene, bármi, ami erre a vidékre emlékeztet, érdekel, ezt megnézze, meghallgassa, elolvassa. Hát, amit én már akkor olvastam, amikor talán nem visszatértünk, hogy még ott helyben, az Mark Twainnek van egy nagyon híressé vált könyve, csak Magyarországon kevéssé ismert, ez a Innocent People Abroad, és magyarul úgy folytatták, hogy Jámbor lelkek külföldön, és ott ez egy egészen vicces könyv, arról szól, hogy így viszonylag jó, és hát elég jó módú amerikaiak fogják magukat, és elindulnak egy gőzössel körbejár egészen a Szentföldig, aztán közben itt-ott megállnak, na és ők például megálltak Fajász szigetén, és egy egészen vicces leírást ír arról, hogy ott az emberek miért hívják, vagy ilyen Capote nevű, ilyen furcsa sapkában jártak, egyébként mindenhol az azori szigetek ilyen csuhában, ilyen óriás kapucnival, tehát nem sapkában, hanem egy csuhában, ami el volt látva nagy kapucnival, és akkor ott egy kicsit ilyen féleszű emberekként ábrázolja őket, Mark Twain, de nyilván én több mint 100 évvel ezelőtt, tök más benyomási élet voltak, mint nekünk most, de nagyon vicces az a fejezet. Mark Twain élt is ott, ugye? Én úgy tudom, hogy csak átutazott, de lehet, hogy rosszul tudom, lehet, hogy élt is ott. Én csak úgy tudom, hogy ott nagyon kevés időt töltöttek, és aztán mentek tovább, de hogy az például egy rettentő vicces fejezet ebben a Jámbor lelkek külföldön című könyvben, illetve én nem láttam még ezt a filmet, de meg szeretném nézni nagyon. Ez a magyarul úgy fordították, hogy hihetetlen utazás, ez egy teknős béka perspektívájából mutatja be az óceánt, illetve az óceáni életet egy olyan teknősbékéjéből, aki Floridában született, utána a golfáramlással elúszik az Azori-szigetekig, utána Afrikáig, és aztán valahogy 25 év múlva visszamegy ívni Floridába, valami ilyes. Ez egy dokumentumfilm, nem tudom, hogy tényleg egy teknőssel forgatták-e 25 éven át, vagy többel, ezt nem tudom, minden esetre. Engem ez nagyon érdekel, de ezt nem tudom megmondani, hogy ez mi. Igen. Ez a kettő jutott eszembe. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az egész interjút is, nagyon izgalmas volt. Szerintem nekem mindenképpen meghoztátok a kedvemet ez az azori szigetekhez, főleg, hogy láttam még egy-két képet, hogy milyen bújja a táj, a növényzet, a tengerpart, hogy milyen tiszta, és nekem felkerült a listámra. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen mi is. Ennyi fért a mai adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb, hogyha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk SoundCloudon és YouTube-on is. És ha már a YouTube-nál tartunk, és te is például YouTube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. Egyrészt van egy e-mail címünk, ez a hello@stereotrip.hu, illetve ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal két hetente kedden jelentkezünk, addig is jó utazást mindenkinek és sziasztok!